előadásunk téma, hogy cisztai vegyületek hatásra szondasztás és szabályozásával sajátos munkáros jelentnek. A sertés húsfogyasztás jelenleg a második hely foglalja a húsfogyasztásban a világon. Ezt a nagy igényt nagyüzemi állattartás mellett tudunk kielégíteni. Nagyüzemi állattartás során azonban stresszírozza az állatokat, ami lehet biotikus, illetve abiotikus. A stressznek így hatása van a hormonháztartással, pedoxonosztázissal, cisztai háztartással, biológiai összefüggésével, a diverzitásának. Komplexen hatása van a kormányfelvételre, a viselkedésre, illetve az állat általános egészségügyi állapotára. Stressz hatására proaktív proinflammatórikus citokinek keletkeznek a szervezetben, a nagy mennyiségben keletkeznek. A nagy mennyiségben keletkezett proinflammatórikus citokinek hatására különösen folyamatok alakulnak a szervezetben. A két legjelentősebb inflammatórikus citokin a TNF-alfa, illetve az IL-6. Stressz hatására a reaktív oxigénhidrók is keletkeznek a szervezetben. A redox-homeosztázis fenntartása egy hármas védelmi vonal felelős, az enzimatikus védelmi vonal, a kis molekulai antioxidánsok, illetve csak a rabfenyérjék. Kutatócsoportunk régóta foglalkozik a redox-homeosztázis meghatározásával, és kidolgoztunk egy olyan módszert, amivel meghatározhatók azok a kitüntető pontok ebben a rendszerben, melynek mérésében képet kaphatunk az állatoknak az egészségügyi állapotáról. Azonban csak ez egy pillanatnyi képet mutat meg nekünk, így az állat élete során folyamatosan monitorozni kell ezeket a rendszereket, ahhoz, hogy képet kapjunk az állat egészségügyi állapotáról, így egy hosszú és eredendő folyamatról beszélünk. Ezért folyamatosan keressük az újabb módszereket, illetve azt a markert, vagy éppen markereket, aminek meghatározásával képet kapunk az állat redox-homeosztázisáról. A legnagyobban hozzáférhető mind az állatok esetében is a vérplazma, tehát a vérminta. A plazmának a legfontosabb antioxidánsai közül kiemelkedő szerepel bír az albumin. Humán diagnosztikai jelentősége is ilyen nagy, lényegében diagnosztikai vizsgálatok alapján következtetni az embereknek és az egészségére, az állatok egészségi állapotára is. Ugyanis a növekedett szintje utal a legyenetlenség, a növekedési hormon hatására is emelkedik, szintje, illetve az inzulin növekedésére is emelkedik. Csökken a szintje május mesebetegségre, felszívódási zavarokra. Tehát elmondható, hogy az albumin antioxidáns kapacitása rendelkezik. De honnan is ez a szerepe? Az antioxidáns szerepe onnan következik, hogy olyan nagy molekulának fenyője, aminek van egy szabad növekedő hely, ez a cisztein 34, és ez a reakciót tud végni különböző kis molekulális biologokkal. Az a reakciót tud végigvenni, hogy van egy hidroxil csoport ezen a szabad kötőhelyen, hogy nagyon könnyen ki tud cserélni ezekre a kis molekulári diórokra, mint a cisztein, homocisztein, molekulári mutatja. A szabad diórokat a vérben elmaradni sem tudjuk kinyerni. Célunk a kutatással a tiolos vegyületeket összehasonlítani az ismert enzimatikus útvonalon mért eredményeinkkel. Célunk az, hogy a stressz milyen változásokat okoz, feltérképező milyen változásokat okoz, és mivel tudunk ezeket a változásokat kinyerni. Célunk rájönni arra, hogy melyik az egy marker, amelyek mérésével diagnosztikus jelentőségű lesz, és ezáltal képet kapunk az állat egészségéről, valamint az anyagcsere folyamatok során képződő bombás termékek vizsgálatot tűztük ki célunk. Ez a eredmények eléréséhez elvégeztünk egy előkísérletet. Ebben az előkísérletben 32 darab választási módszertárgyat vettünk be a Hegyesi Parkban. 8 darab csoportot határoztunk meg, ebből 2 darab kontrollcsoportot és 6 darab kísérleti csoportot. A kísérleti csoportok különböző adalékanyagokat fogyasztottak, úgymond karotenoidok, fruktoidok, probiotikumok, antocianinok, valamint ezeknek a keveréke fél, illetve 1%-ban. Ezeket az adalékanyagokat én állítottam ebből a kísérlethez. A kísérlet során 400-as takarmányt fogyasztottak az állatok. 5 alkalommal mértük újabb súly, 5 alkalommal súlyt ismertünk az állatoknál, tehát ismertük a naturális mutatókat benne. A vérminták feldolgozás után eliszomalucerál, illetve Cobas C311-es vérdozátorral kerültek meghatározásra. A naturális mutatók vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy a legnagyobb napi súlyalakulást a K5-ös csoport érte el. A K5-ös csoport közül 0,5%-ban kapta az összes adalékanyagunkat.
a legkisebb napi súlygyarapodás, akár egyes csoport érte, nem csak antociánok a fogyasztó. Korábbi vizsgálataiban már kiderült, hogy ismert volt számunkra, hogy az antociánoknak a lipidanek cserére polarizáló hatása van, tehát csak kendőtessük. Megvizsgáltuk az albumot, az albumon vizsgálata során azt tapasztaltam, hogy a második időpontban egy csökkenés, ami nem is csak statisztikailag igazából csökkenés jelhető meg. A harmadik negyedik mintavételen egy gyenge emelkedés mutatkozik benne, és a kiállulási szinthez képest az ötödik mintavételben az albumi szintje újra csökken, ami már statisztikailag is igazolható. A szabad fiók esetében a második időpontban egy szintén egy csökkenést figyelhető meg, ami a második, harmadik, negyedik időpontban már statisztikailag is igazolható emelkedési mutatja. Ezen az ábrán megfigyelhető az, hogy az átmenetetett mutatszertőkomoknak pozitív hatása van a szabad piók mennyiségére a plazmában. Az első, második, harmadik és egyik mintavétel során statisztikailag is igazolható változásokat tapasztaltunk. Az ötödik mintavétel során statisztikailag igazolható különbségeket nem találtunk. Az albumi mennyisége azért nincsen feltöntetve, mert a nutraceutikumoknak nincsen hatása az albumi szintjére az a plazmában. Ismertem a kiskorlátban is súlyú antioxidások közben a glutationt. Itt is jól látható, hogy az amúgy is alacsony szintet képviselő glutationt szint a második időpontban szignifikánsan is lecsökken, ami a harmadik időponttól kezdődően emelkedés után, a negyedik ötödik időpontban pedig már a kémváláshoz képest és statisztikai igazolható magasabb szintet képvisel. Bocsánat. A nutraceutikumoknak a hatása az első, második és harmadik mintavétel időpontban tudtuk igazolni, ezért ezeket az időpontokat ábrázoltam itt jelen az előadásomban. Mint látható, hogy a különböző adalékanyagoknak pozitív hatásra figyeltem a kutatóan szintjében. Hogy amit mondtam, akkor megsérül a növek szomlaksztázis, a kroninflammatórikus citokinek a száma is megemelkedik. Jól látható, hogy a második időpontban a TNF-alfa szintje már emelkedést mutat a kontrollcsoportban. Az interleukin 6 szintje ezt követve a harmadik időpontban egy jóval magasabb szintet képvisel a kiindulási ponthoz képest. Ugyanakkor elmondható az, hogy a nutraceutikumoknak pozitív hatása van a TNF-alfa szintjére, ugyanis csökkentette ezeknek a szintjét. Az első, második, harmadik és negyedik mintavétel időpontban szignifikánsan is tudjuk igazolni ezeket a csökkentéseket. Az ötödik mintavétel időpontban ott nem tapasztaltunk statisztikailag is kimutatható különbségeket. Ugyanaz a helyzet igazából a cinkot interleukin 6 esetében is. Itt is megfigyelhető, hogy a centrumoknak jó képen hatása van az első, második, harmadik és negyedik mintavétel időpontban. Az ötödik mintavételi időpontban a statisztikai különbségeket találtunk, de igazából a kezelcsoportok között figyelhetőek meg ezek a szignifikáns eltérések. A kiállulás csoporthoz képest eltérések nem tapasztalhatók. Összegezve az elhangzottakat, jelenleg ugye a sertéshús fogyasztás a második helyen van a világ fogyasztásában, ehhez szükséges az üzemi állattartás, stresszeli az állatokat az üzemi állattartás során, felborul a redoxonásztázis, felszakadott a kroninflammatórikus citokinek, túlnevásos markerek alakulnak ki a szervezetben, és ebből az előtt is előbb is már kiderül számunkra az, hogy az általunk előállított produkciókonok jobbikon hatással vannak az ellenszerek fenntartásában. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm az előadást! Kérdés a... Köszönöm szépen, hogy minden napot is ebben gondolkozni kérdezik. Az jó, akkor kérdezek én is. Bár én is gondolkozni akartam. De nem, van kérdésem. Ugye az egyik csoportja az eredményeknek az a növény kiegészítésre vonatkozott, a másik pedig az időbeli változásra. Most két kontrollcsoport volt. Két kontrollcsoport. Az egyik az a kontrolltávot kapta. A másik meg mi az, hogy ő... Igazából azért két kontrollcsoport, mert az egyik nagy izélyeket a kapcsolatban ezzel a kísérlettel kapcsolatban is. Az
első OKR-es csoport kapta azt a takarmányt, amit a vízi jelentéseket a saját állományra. Ez egy teljesítményű takarmány, kiegészítve nekik is van benne a szemtikumok. A második csoport igazából az, hogy ki is kivették belőle ezeket a szemtikumokat, egy teljesítményű takarmányról van szó, ami az önállatunk hozzákevert a derékanyagok nélküli takarmányt. Jó. De ez mi volt ahhoz? Tehát igazából nagyon sok információt mutat el, és az a ernyő csoport, hogy nutraceptikumot kapott, az egy, hogy is mondjam, egy megfoghatatlan, mert ez teljesen egymástól független anyagok. Tehát például aznak visszállított, hogy mit tett bele, meg mit volt ki. Tehát az milyen jellegű anyag volt, mert ugye neked itt, ugye hasonló, mert Csernus Brigi meg ezeket is megfoghatni, mert tudom, mik az anyagok, csak ezek teljesen más jellegűek egymástól függetlenül. Más gyógynövények vannak benne. De ilyesmit tett bele annak viszont, hogy más valami? Ők egészen más valami tettek, ja, más valami. Tehát az igazi kontroll az a KB volt, amiben nem volt semmilyen boostoló segítő. Bocsánat, a KB csoport a biztos, teljes mértékben a biztos. A K0-ás, meg ami csak tehát abban a takarmány kevéletre tartalmazott. De abban volt vitamin meg nyomelet kiegészítés, csak ez a növény, a gyógynövény, ahogy tudom, hogy nem az nem. Aha. És összefoglalóan meg lehet mondani, hogy ezt meg tudom mondani az eredmények alapján, hogy akkor melyik típusú kiegészítés a legjobb, mert mindegyik hatott valamelyik infaktorban. Az előbb kísérlet alapján, azokból indultunk, hogy utána elfolytattunk egy nagyüzemi kísérletet is a vízélyeknél, és azért választottuk a fél százalékban megjövett takarmányban, egyébként mindegyik takarmányban is benne van, mert ugye azért az a legjobb. Igazából nem akartunk mihoz annak fokozót előállítani, nem is akarunk ezzel hozzá fokozót előállítani, de ugye az iparnak arra van szükség, hogy jó legyen, nőjön is az állat, nem megfelelő időben nem tudja majd vágni. Mert hogyha olyat fogunk neki oldani, hogy tényleg jó az egészségi állapota, de ugye nem fog megfelelő időben fejlődni az állat, akkor azt mondjuk, hogy szépen nem kéri. És ugye hosszú távú jövőben ennek előtti felhangzóják. Mert akkor most nem emlékszem az elégadásunk gyarakodásban, volt különbséged egy szerint? Volt, igen. Aha. De az nagy csoportnál, vagy itt is már szignifikánsan megerősített különbség volt? De igazából itt a kis csoportnak már volt, ugye négy állat volt egy csoport, de is így találtunk a különbségeket. Aha. Én. Nagy csoportnál meg ugye gondolt csoport volt, és a kísérleti csoportnál. Ja, persze a kettő volt, igen, ami az nagy egész csoport. És ez a kiegészítés, hogy fél százalékban tartalmazza, mindegyikből fél százalékot kapott? Az a mixes? Tehát akkor az valójában két százalékban? Nem, összesen volt a fél százalék. Aha, tehát akkor az egy-egy növényi pontra nézve az még csökkentett dózis volt. Itt van, a csodálat. Összesen volt a fél százalék. Még csak köszönöm. És akkor, akkor azt már megkérdezted, hogy mi alapján lett összességében melyiket tartja a legjobbnak? Igazából az eredmények azt igazolták, hogy ez a fél százalékban minden amikben volt a mix. Mert ami már 1%-ban tartalmazta, az már túl erős volt. Ott is már ugyanis úgy jelent tudás. De ez mi alapján? Igazából a naturális mutatók alapján mondom el ezt, meg azt, hogy igazából, hogy... De most melyik naturális mutatók, tehát a súlygyarapodás? Súlygyarapodás alapján. És akkor több, mondját. És akkor többi vizsgált eredményeket kapva csak a súlygyarapodás alapján mondtad ezeket. Megmondta, hogy nem akart jobb hozamfokozót, tehát nem azt akarta, és akkor ez volt ennyi. Igen. Igazából, ahogy végignéztük ugye a eredményeinket, mind a hat anyagnak van egyébként az egyik eredmény, a másikban van. És azért gondoltuk azt, hogy keverjük össze, csináljuk egy ilyen keveréket, ami az alapkoncepciónál is, hogy legyen egy keverékünk, és akkor megnézzük, hogy az hogy viselkedik. Mert ugye mindegyik adalékanyagnak van jótékony hatása, és hogyha mindegyik benne van, akkor ugye ki tudja fejteni ezt a jótékony hatást. Statisztikai jellemzésnél ti minden csoportot mindenhez néztetek, ugye nem csak az egyik vagy a másik kontrollhoz.
Igen. Hanem minden. Azért igen. Volt az, hogy csoportok között. Igen, is különbség volt. Jó. Köszönöm.